Na, kényelmesen ülsz. Jó, persze maráskodunk. De azért van jó hír is, tehát kész a gép. Az egyik. Hát az az ő gépe, mert ez a videó most neki készül. Itt látod alul, milyen szuperül fut a gép. Jó, persze egy szót nem értesz valószínűleg belőle, de nem baj, kicsit félre. Ez ilyen félre ez a billentyű, azt hittem leesik. Na mindegy, szóval így néz ki a gép most így per pillanat. Így. Igen. Elől még üres, de természetesen a DVD olvasó az belesztéve oda. Az a neve, hogy Pioneer, csak szólok. Meg van benne egy Maxtor 20-as vinyó, jó? Ez a kép fog téged majd várni, persze nem ilyen kék, hanem úgy fog majd kinézni. Ugye nem villog a kép, csak a kamerának más a frissítési izéje, jó? Tehát semmi baj a képernyőnek. Na ez fog rákerülni, 17 Guayana XFC 32 bit, és teljesen hibátlanul működik, jó? Ezt egy kicsit bezárjuk. Tele van játékkal, meg minden vacakkal. Gyere már, operatőr! Jaj, már leszakad a hátam. Mi a hátam? Már leszakad. Na, ha visszaépítetted a hátad, akkor szóljál. Na, próbálj oda, oda zoomoljál, oda! Mondom, oda! Hogy ott mi történik? Jó? Hát van játék? Sok! Ez itt végig csak játék, jó? Hogy a srácoknak legyen. Van benne autós, itt az autós. Van benne azt, hogy másik autós is, de most itt nem tudom melyik az. De lődözősből sok van, kalandozik, tankos is van, mindenféle egyéb. Értelemszerűen van általános beállításai, grafikai programok, internethez való programok, ugye a webböngésző, csetelő, Steam, nem nagyon hiszem, hogy szükséges lesz, de azért beraktuk. Ki tudja. Ilyet, ki tudja. Irodai programok teljes szettje itt van, és játék az előbb mutattam. Kellékekből is sok minden van. A családban nincsen számológép, akkor itt is van egy szövegszerkesztő. CD, DVD-t lehet írni. Tehát a multimédiában van zenelejátszó, videolejátszó, VLC. Van íróalkalmazás, meg hát ez egy komplet szisztem. Jó? Úgyhogy remélem majd tetszeni fog. Ez a tied, ez a 61-es. Ezt innen látod. 61-es számú VP-s gép. Jó? Úgyhogy bár most mobillal fogod megnézni, őrültje belenyúlk el a ventilátorba. Na, szóval mit kell tudni róla? Hát nézzük a gazdának az üzenő füzetét. Itt az egér, addig állítsad le. Ja. Hát segítek, hogy hol van kikapcsoló gombja. Nem kell. Itt van fönn, igen. És akkor kikapcsolás, jó? Vagy nem? Leállítás. Leállítod, le, persze, teljesen. Mintes logó. Kész, jó? Ha nézzük az üzenőfüzetet, légy szíves, terítsed ki. Olvashatóan. Olvashatóan. Igen, hát, na. Szóval. Szia farkas! Fotó! Most képzeld, csináljuk a fotót. Én egy AMD 3200 Plus vagyok, ami 64 bites utasítás készlettel rendelkezik. 2 GB RAM-mal, és van benne egy ATI 9600-as videóvezérlő panel. SATA meghajtókkal rendelkezem, mindenem működik. Van benne RAID, LAN, SATA ide, stb. Meg van benne még kislemez meghajtó is. Itt van, igazi retro cucc, de amit igazán érdemes tudni róla, hogy... Te figyelj már, az már... Azt mondja, ne dobd ki. Adjuk már ezt a hülyeséget. Windows driver lemez. Figyelj csak, tudod milyen kábel ez? Fogadjuk, hogy nem tudod. Igen. Na jó, de te csaló vagy, te tudod, hogy mi ez. Na, hozzá egy másik izét, egy 40-es idét hozzá mégis, akkor összehasonlítjuk. Hát, szegény, nem tudom, akkor olyat. Jó, akkor az is jó. Na szóval, a jobb oldali ez a kék, ez a régi kábel. És ezzel a régi kábellel van bekötve neked most a vinyó. Ez a piros, ez az új kábel, vágod? Az igazi? A helye közelű, új, igen, de hát neked ugye új. Úgy kell mondani, hogy neki. Na, nem úgy kell mondani, hogy
De figyelj, most 2015 van, és már rég a növénymeghajtású vinyóknál kéne tartsunk. Ezt nem lehet, jó? Nagyon jól tudom, hogy ez a piros színű kábel is már rég elavult, jó? De most ezzel szenvedjünk. Ami rózsaszín. Színvak, igen. Na itt van két darab piros dugó, jó? Tehát ezt ide kell beledugni, és a másik végét, mutatom így, jó? Tehát ezt a másik végét, ezt meg egy új vinyóba lehet dugni. Ha neked van olyan, hogy új vinyó, vagy valahonnan szerzel, az alaplap képes rá, hogy ezt meghajtsa, jó? Van azonban hátrányod is, mert az új vinyókhoz, nehogy azt hittem megúszod, nem úszod meg. Na figyelj, ez a régi vinyónak a adattár. Tehát a régi adattárnak az áramellátása. Eddig megvan? Na ez, meg az új vinyónak az áramellátása. Tehát te neked szükség van ilyenre is, hogyha új vinyót akarsz venni, jó? Nincs az alapapon. Meg kéne nézni, hogy a tápon van-e olyan dugó. Nincs. De nem látok, haver, úgyhogy nincs. Mindenképpen kell tápellátásról gondoskodnod, mielőtt új vinyót veszel. Na, úgyhogy a gépet kész van, már csak értek egyre. Majd egyeztetett időpontban.